fiatalok küzdöttek, Békés vármegyei iskolások versenytek a haditornán. Elindult a visszaszámlálás, idén is a nemzetközi száraz kolbász verseny zsűrizése volt a Kolbászfesztivál nyitánya. Modern innováció, kiterjesztették a valóságot a Munkácsy Mihály Múzeumban. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A várost érintő közügyekről beszélt pénteken reggel Békés Csaba polgármestere. A témák között szerepelt az új közgyűlés alakulóülésének időpontja, a fogyatékkal élők nappali ellátása, a 4-es Honvéd utcai lőtérrel kapcsolatos döntések, valamint a Réti Pál hídon történt nem mindennapi esemény is. Még csak 2 hete adták át a Réti Pál hidat Békés Csabán, de már egy nem mindennapi eset történt rajta. A gyalogosok és a kerékpárosok átkelésére szolgáló létesítményen egy autós hajtott át. Nem tudok másként fogalmazni, csak hogy mélységes megdöbbenéssel hallottam azt, hogy egy személyautó hétköznap délelőtt gyalogos és kerékpáros forgalom kellős közepette áthaladt a hídon a Derkovics sorról az Árpád sor irányába. És ezt a rendkívül balesetveszélyes, az emberek, gyerekek testi épségére veszélyes cselekvést mélységesen elutasítom. Az új közgyűlés alakuló ülésének időpontja is megvan már, amely október 14-én délután 14 órakor lesz. A polgármester elmondta, hogy előzetesen egyeztetett a megválasztott képviselőkkel és az őket jelölő szervezetekkel. Ez alapján összeállt az a gondolat bennem, hogy 3 alpolgármester megválasztására, 3 tanácsnok megválasztására teszek javaslatot, és 5 szakmai bizottság létrehozására. Pontos neveket majd a közgyűlésen lehet megismerni, mert még néhány részletet az előttünk álló napokban még tisztázni kell. Szarvas Péter kiemelte, hogy az önkormányzat szerette volna felújítani a 4-es Honvéd utcai lőteret, de erre sem kormányzati, sem önkormányzati forrás nem áll rendelkezésre, így másfajta döntés született a létesítménnyel kapcsolatban. A Békés-megyei Vadászszövetséggel egyetértésben úgy döntöttünk, hogy a 250 méteres lőpályának a használata idei év végén megszűnik, és innentől, január 1-től az utánpótlás fociklub kapja birtokba majd a lőtéri infrastruktúrát. Arról, hogy milyen témákat érintett még a városvezető, a behír.hu hírportálon, az önkormányzati rovatban olvashatnak bővebben. Pénteken rendezte a Magyar Honvédség 14. hadkiegészítő és toborzóiroda, valamint a Matasz Békés vármegyei szervezete a középiskolák számára országosan kiírt országos haditorna verseny Békés vármegyei döntőjét, illetve az általános iskolák számára kiírt 23. honvédelmi haditorna versenyt Békés Csabán a repülőtéren. Az esemény megnyitóján a Békés vármegyei kormányhivatal igazgatója Bódi Beáta arra biztatta a fiatalokat, hogy bátran és kitartóan versenyezzenek. Kiemelte, hogy a csapatmunka még további értékeket ad a naphoz. Ezt követően a szerbiai Zrenjanin és Békés Csaba városának tartalékos szervezetei kötöttek együttműködési megállapodást. Az, hogy nemzetközivé vált most ez a rendezvényünk, egy együttműködési szerződésnek köszönhetően a szerb tartalékos tiszteknek a szövetségével kötöttünk egy együttműködést, amelynek az aláírása most történt meg, és így már ők is részt vehetnek ezeken a versenyeken, illetve mi is majd az ő rendezvényeiken részt veszünk. A versenyen a diákok csoportjai egymás segítve küzdöttek. Leginkább a tanárok biztató szavai törték meg a csendet. Egy a megmérettetésen résztvevő fiatal kiemelte, hogy komoly feladat a sportot összeegyeztetni a tanulmányokkal. Ebben a legnagyobb kihívás az ugye a tanulmányt összeegyeztetni a sporttal, és ugye lecsökkent az utóbbi időben a sport rendszeressége, és azért egy kicsit így lendületbe hozni. Hogy vártuk ezt a mai napot? A felkészítőnk Zalai Csaba József rendszeresen délutáni órák keretén belül foglalkozott velünk rengeteget, és rengeteg időt és energiát beleöltünk abba, hogy mi ma itt lehessünk.
Juhász László százados, a Magyar Honvédség katonaigazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság 14. hadkiegészítő és toborzó iroda megbízott irodavezetője elmondta, tapasztalatai alapján a diákok mindig várják és szeretik ezt a versenyt. Így két korosztály versenyzik, két különböző pályán, amit látható majd a hátterekben. Katonás feladatok, nagyon jó megmérettetések, a középiskolások versenyszámai, azok a versenyszámok, amit országosan kiírtak, és minden vármegyében ugyanezeket a feladatokat kell végrehajtani. Ennek a vármegyei győztesei fogják képviselni jövőre a vármegyéjüket az országos versenyen. A megbízott irodavezető hozzátette, a verseny célja, hogy a katonai közegben is jól érezzék magukat és sportoljanak a diákok. Minden évben a Nemzetközi Száraz Kolbászt verseny jelzi, ideje felkészülni a Csabai Kolbász Fesztivál rendezvény sorozatára. A kulináris fesztivál nyitányaként 77 incsiklandó finomságot vett górcső alá a szakmai zsűri. Ezekkel a szavakkal vette kezdetét az ítészek munkája, akik az öt roskadásig megrakott asztal versenyzőire vetettek íz- és különvizsgálatot. A zsűri tagjai között volt Ádász István is, aki látássérült révén különleges vendége volt a versenynek. A szín kivételével, gyakorlatilag tapintással, szaglással, ízleléssel mindent meg tudunk állapítani, hiszen ugye amikor megvágják a kolbászokat, akkor az állagát is meg tudjuk nézni, mennyire morzsolódik szét, illetve hát a segítség az elmondja, hogy mennyire mozaikus a kolbász belőle, mennyire fényes. A Kolbászbíráló Bizottság elnöke, Barna Ádám, Michelin csillagos séf volt. A séf azt is elárulta, hogy szerinte milyen is az igazi csabai vastag kolbász. Szerintem egy jó csabai vastag kolbász, legalább 40 centi hosszú, 6-8 centi vastag, megjelenik benne a köménymag íze, akár egészben is, a fokhagyma nem uralja el, és egy 5-6 hónapos érettség után pedig megjelenik benne egy mély édeskés íz, ami szerintem a jó sonkákra jellemző umamis jelleg. Hégely Sándor, a Csabai Kolbász Fesztivál fesztivál igazgatója kiemelte, a száraz kolbászok viadala a fesztivál leginkább szakmai versenye. A kolbászkészítés ugyanis egy rendkívül hosszú és összetett feladat, ahol már a kezdetektől nagy odafigyeléssel kell lennünk a termékre. Nem csak arról van szó, hogy csinálunk egy jó fűszerezést, azt betöltjük, megsütjük, megiszunk egy pálinkát, és ha jól sikerült, tényleg azt raktuk bele, amit a nagyanyáinktól, meg a nagyapáinktól tanultunk, akkor nagyon finom lesz, hanem utána még nagyon sokáig kell gondoskodni a kolbászról. Meg kell füstölni, annak tökéletesnek kell lenni a füstölésnek, úgy a hőmérsékletének, mint a fajtának, a fának, amivel füstölik, és utána hónapokon keresztül simogatni és figyelni rá, hogy ez tényleg a végén olyan legyen, mint amiket itt látunk az asztalon. Szerkesztői csapatunk egy külön kis közvéleménykutatást is tartott, amelyben arra az évszázados kérdésre kerestük a választ, hogy a csemege vagy a csípős kolbász az igazi. A Nemzetközi Száraz Kolbász Verseny zsűriének tagjai végül úgy ítélték meg, hogy a csípős kolbásznak nincsen párja. A bírálóbizottság idén a gádorosi Kocsis Márknak ítélte oda a Kolbász Király címet. Az őszi időjárással beköszöntő hideg táptalaja a felső légúti megbetegedéseknek. A szakemberek elmondása és mérései alapján egyre több a koronavírussal fertőzött közöttünk, ami a volt járványos betegség szezonális vírussá való átalakulására utal. A koronavírus járvány és az azzal járó pandémiás biztonsági intézkedéseknek ugyan vége lett 2022 tavaszán, de a Covid nem tűnt el nyomtalanul. Dr. Sonko Iván háziorvos elmondta, az őszi időszak velejárójaként ismert felső légúti megbetegedéseknek mintegy 50%-ban mutatható ki a koronavírussal való fertőzöttség. Rendszeresen a szennyvíz vizsgálatokon kívül mintákat vesznek a háziorvosok egy csoportjától, ebből tudjuk, hogy a felső légúti vírusfertőzésben szenvedők több mint felénél kimutatható a koronavírus. Ma már ez nem olyan súlyos lefolyású, mint néhány évvel ezelőtt volt, tehát jóval kevesebb a súlyos szövődmény.
A betegség jelenleg tapasztalt tünetei influenza-szerű jeleket mutatnak. Ám így is megéri óvatosnak lenni, hiszen a gyenge immunrendszerű idős betegek még mindig nagyobb veszélynek vannak kitéve a fertőzés esetén. Dr. Seres Ábel infektológus elmondta, a koronavírus most már velünk marad. A szezonalitást és a mutációs hajlamot azt egyértelműen hozza, akárcsak az influenza-szerű, az influenza vírusok, és nagy hasonló sok légúti fertőzéshez kapcsolódóan, akár az RSV vírust is, hogyha említem. Szóval ezt tudtuk és láttuk, magyarul csak vártunk arra, hogy mikor tombolja ki magát, és a pandémiás változat mikor kezd el mutálódni és szeridülni arra a változatra, ami aztán szezonalitást fog okozni. A szakemberek a betegség elleni védekezés legjobb módjának az immunrendszer erősítését, a higiéniára való fokozott odafigyelést és indokolt esetben a szociális távolságtartás figyelembevételét ajánlják. Kötelező maszkviselés nincs érvényben. Néhány intézmény helyben hatályos rendeletétől eltekintve. Ünnepi tanácskozást tartottak a Lelki Egészség világnapi alkalmából. A szakmai konferenciát a Békés vármegyei kormányhivatalban szervezték meg a dr. Bai Herména mentálhigiénés alapítvány vezényletével. Szeptember 27-én szervezték meg a Csaba Gyöngye Kulturális Központ panoráma termében a Pszichárt művészeti maratont. A 24 órás programon együtt alkottak a pszichoszociális, mentális nehézségekkel, akadályozottsággal élők és az egészséges emberek is. A rendezvényen minden önkéntes partner szervezet és segítő munkáját kiemelték, ugyanakkor Mészáros Zsuzsanna és Tápia Mária a szociális segítés területén nyújtott kiemelkedő tevékenységükért elismerésben részesültek. A közel 200 alkotásból a 45 legjobb munkát mutatták be az alkotókkal együtt a pénteken megrendezett Lelki Egészség Világnapja konferencián, akik körében profi alkotóművészek is megfordultak. Félig meddig érintettként elég sok küzdelmen mentem én is keresztül, amit láttam a családban is, amit ugye tapasztaltam az életemben. Nálam a festészet egy nagyon-nagyon ösztönös folyamat, tehát amikor érzem, megmozdul valami, akkor egész egyszerűen ki kell festeni magamból. Mindig utólag szoktam elemezni a képemet, erre még az idő rövidsége miatt, meg hogy ugyebár itt kellett hagyni a műalkotást, nem is nagyon volt időm. Dudás Erika pszichológus köszöntő beszédében kiemelte, alázattal és tisztelettel kell kezelni azokat a segélyhívókat, akik bizalmukba fogadják őket. Mint fogalmazott, rendkívül fontos a lelki egészség állandó támogatása. A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége mindig is fontosnak tartja a lelki egészségnek a védelmét, hiszen az alapcéljainkhoz kapcsolódik, és azokat a tevékenységeket, amelyek a lelki egészség védelmét szolgálják, vagyis az élni jó életérzést erősítik, azok a tevékenységek mindig fontosak egy-egy elakadás leküzdésében. Ilyen maga a művészetek, akár a festés, akár a szobrászat, akár olyan tevékenység, ami örömet okoz az életben. A Világszövetség kezdeményezésére több mint 3 évtizede minden évben október 10-én tartják a Lelki Egészség Világnapját. Az idei szlogen a munkahelyi mentálhigiénére irányította a figyelmet. A festőmaratonon vagy a művészeti maratonon a közösség, a közös festés, az együttlét az önmagában nagyon jót tesz a lelki egészségnek. És ezért volt az, hogy nagyon gyorsan és egy ilyen speciális kiállítást próbáltunk ide szervezni, amit egyébként minden évben megszervezünk, ezt a Lelki Egészség Világnapi Konferenciát. Ennek van mindig egy központi világszervezet által meghatározott témája, ebben az évben a munkahely, mentálhigiénéje a téma. Az elnök hozzátette, ahhoz, hogy valaki jól érezze magát a munkájában, 3 attitűdre van szükség. Kompetenciára, autonómiára, önállóságra és az emberi kapcsolatokra. Logisztikai társasjátékvetélkedőt tartottak a Békéscsabai Kemény Gábor Technikumban pénteken délelőtt. Az esemény célja, hogy a fiatalok játékos, de életszerű szituációban sajátíthassák el a szakma rejtelmeit. 40 középiskolás diák indult el a régiós versenyen, ahol logikai, gazdasági és stratégiai képességekre volt szükség a sikerhez.
A házigazda iskola igazgatója kiemelte, örömmel adtak otthont a vetélkedőnek. Ez volt a fő célunk, hogy az iskolai ismereteket egy kicsit kiegészítsük játékos formában, és aztán, amikor megismerkedtünk a társas játékkal, akkor rájöttünk, hogy nem csak a logisztikához köthető, hanem számtalan egyéb tevékenységhez is, itt, amit az ember élete során művel. Így azt lehet mondani, hogy ez az élet társas játéka folyamatosan változó szabályokkal, gyakorlatilag pontosan úgy, mint amilyen az élet, és ami vár rájuk felnőtt korban. A játék szabályai szerint a diákoknak szállítmányozási vezetőként az volt a feladatuk, hogy az áruszállítás közben szem előtt tartsák a kedvezőbb üzletet, és gyorsabbak legyenek, mint a konkurencia. Több diák talált már így, találta meg így a jövőbeli munkaadóját, illetve a munkaadó a jövőbeli dolgozóját, és ez a fő célunk ezzel. Nem, ez nem csak egy játék. Ez annál sokkal komolyabb az a kérdés, hogy ezzel a lehetőséggel ki mit kezd. Tehát ez újra és újra visszajön ez a szlogen. A szervezőknek az volt a céljuk, hogy a nagyvállalatokat összekössék a szakképzési intézményekkel, a fiatalok pedig a játék segítségével megismerkedjenek a szakma sajátosságaival. Az a jó, hogyha nem csak a tankönyvben tanulják a logisztika területét, a logisztika tudományát, hanem egy ilyen társas közegben, és akár azt is szokják, hogyha majd ilyen területen dolgoznak, akkor az bizony azzal is jár, hogy egy irodai közegben beszélgetés van, hangzavar van, jönnek-mennek körülöttük, tehát hogy nem egy steril környezetben végzik a munkájukat. A régiós bajnokságról a 4 legjobb versenyző jutott be a novemberi országos döntőbe. Zenékkel, állathangokkal, videókkal és a mesterséges intelligencia segítségével létrehozott audionarrációval is kiegészültek a Munkácsi Mihály Múzeum tárlatai az intézmény új fejlesztésének köszönhetően. 53 NFC csippel bővült az intézmény, amellyel a külföldi látogatóknak is nagy segítséget nyújt a múzeum. A használat egyszerű, mobil internetes kapcsolattal vagy az intézmény hálózatára fellépve és a telefonunkon aktiválva az NFC funkciót. Csak annyi a dolgunk, hogy a kihelyezett névjegykártya méretű NFC pontokhoz érintjük mobilunkat. Hangzott el a sajtótájékoztatón. Az amerikai bombázók első hulláma 10 óra 28 perckor oldotta ki bombáit. Az újítás az akadálymentesítésnek, fejlesztések sokaságának és rengeteg nyelv hozzáadásához ad teret. A múzeum igazgatója Bácsmegi Gábor kiemelte, hogy árban is jóval kedvezőbb ez a megoldás, mint más audio-narrációs fejlesztések. Én végigpróbáltam az egészet, óriási élmény és szerintem egy nagyon jó plusz, hiszen ki lehet nagyítani azokat a képeket, amiket adunk, meg lehet tekinteni ezeket a videókat, amiket nem, nincs annyi képernyőnk, amit meg lehetne nézni. És ráadásul ugye van a kiállításunkban egy gramofon, amin van egy régi lemez, ezt meghallgathatjuk, hogy mi van rajta, anélkül, hogy elindítanánk a gramofont. Kis Csaba, a rendszert fejlesztő My Souvenir vállalat cégvezetője elmondta, hogy sokrétű munka egy ilyen rendszer megvalósítása. A cégvezető kiemelte, hogy a múzeum pedagógia területén is sok izgalmat rejt ez a fejlesztés, amelyet a magyar múzeumi szféra korszakalkotó innovációjának nevezett. Ha látogató megérkezik a múzeumba, akkor reményénk szerint több időt, minőségibb időt fog tudni eltölteni. Az ő nyelvén fogjuk tudni megszólítani, tehát mondjuk azt, hogy nagyobb elköteleződést várhatunk tőle. És én azt gondolom, hogy ez el fogja vinni a további potenciális látogatóknak a jó hírét, hogyha valaki egy múzeumban több időt, minőségi időt és mondjuk azt, hogy egy jobb érzetet fog tolmácsolni. A meghallgatható audionarrációk között a hazánkat körül ölelő nemzetek nyelvei mellett többek között angol, spanyol, német, olasz és görög szövegek is szerepelnek. Ráadásul állandó és időszaki tárlatokban is találkozhatnak az érdeklődők az újdonsággal. Kétnapos pályaorientációs forgatag zajlott a Csaba Parkban. A Békésvár megyei pályaválasztási vásárban idén is több ezer diák értesült a legfrissebb tudnivalókról, a továbbtanulást választott szakmákat illetően.
A Békés vármegyei pályaválasztási vásáron a 112 kiállítónak köszönhetően a jelenlévők megismerkedhettek az asztalos szakma vagy a fodrászat rejtelmeivel is. Samu Eszter fodrásztanuló elmondta, a pályaválasztási bőrzén remek lehetőségük nyílik a megmutatkozásra. Nagyon fontosnak tartom, mivel tudjuk képviselni az iskolát, így el tudjuk mondani a most érkezőknek, hogy miért is jó ez az iskola, és hogy miért is jöjjenek ide. A pályaválasztási rendezvény kiváló alkalmat nyújt az iskolák képzési kínálatának bemutatására, többek között a csabai Kós Károly szakközépiskolának is. A szépészképzésünk, szépészeti képzésünk továbbra is az egyik legnépszerűbb. Minden lány megállít, igazából szeretnének frizurát és sminket készítetni, de nagyon sokan megállnak fotózkodni is a fotósoknál, illetve az ügyvitel és oktatás ágazatnál is nagyon-nagyon sokan vannak. A Csaba Park területén felállított szakmasátorban a hangosabb foglalkozások szereplői is helyet kaptak. Itt a kíváncsi diákok a járműfényezéssel ismerkedhettek meg mélyebben egy festőszimulátor segítségével. Ez egy festőszimulátor, már 2 évvel ezelőtt is volt szerencsénk ugye megismerkedni vele, és most az iskola egy hosszabb időszakra megkapta, mint állandó helyszínt, és így az oktatásban mondhatom azt, hogy rendszeresen tudjuk használni, mert nálunk van. Elsősorban oldószores festék és porfestéknek a szórását imitálja, szimulálja. Lestyánné Ricsovinyi Julianna iskolaigazgató a Békésvármegyei pályaválasztási vásár jelentőségéről beszélt. Ez egy olyan lehetőség, pont most beszélgettünk nemrég kollégákkal, hogy amikor mi fiatalok voltunk, de jó lett volna, ha lett volna egy ilyen, ahol megismerhettük volna az iskolákat, hogy mit is jelent az asztalosnak lenni, járműfényezőnek lenni, mert nem volt ilyen régen. Ez egy óriási lehetőség a mai fiataloknak, hogy ki is próbálhatják, megláthatják, hogy mit is lehet tanulni. A kétnapos pályaorientációs vásár során több mint 100 kiállító várta a képzési információkkal és a továbbtanulást érintő lehetőségekkel a több ezer Csaba Parkba kiérkező fiatalt. Csütörtökön nyílt meg az Introdukció című tálat a Csaba-Gyöngye Kulturális Központ kerengőjében. A kiállítás a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Szakgimnázium művészeti és médiafotográfus diákok vizsgamunkáit tárja az érdeklődő elé. Krajcsó László fotográfus ismertette a falra terített anyagot. Mint mondta, rendkívül változatos témákat fedezhetnek fel a nézők, ami a munkákat összeköti, hogy mindegyik vizsgamunka, illetve minden alkotó az elmúlt 3 évben végzett az evangélikus gimnáziumban. Ahogyan a kiállításnak a címe is sugallja, az introdukció szó, az tulajdonképpen ez egy zeneművészeti szakszó, ami azt jelenti, hogy a főművet, vagy a műnek a főtételét megelőzi egy bemutató szakasz, egy introdukció, és egy kicsit úgy fogom föl a mi munkánkat az iskolában, hogy ők a vizsgamunkával érkeznek el arra a pontra, amikor gyakorlatilag az ő életüknek a fő szakasza elkezdődhet ezután. Sok volt diák folytatja a fotós tanulmányait, de vannak olyanok is, akik hobbi szinten művelik azt. Jelenleg fotóval nem foglalkozom, hobbi szinten csak annyi, hogy keresgetem még a témákat, ilyen street fotókat készítek, de még nem publikálok, és most fodrászként tanulok, de már jelentkeztem egy smink, maszk és fodrász képzésre, és ezt a 3 vonalat szeretném majd valahogy összesíteni. A kiállítók sorában olyan is szerepelt, aki az emberi sebekre irányította a figyelmet. Én úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon érzékeny ember vagyok, és ez a munka is egy nagyon érzékeny témát dolgoz fel. Mamám is mozgássérült, és ő indította el ezt bennem, hogy miatta kezdjem el ezt a projektet. És ő nem nagyon engedte, hogy őt fotózhassam, a családom nagyon zárkózott típusú. A vizsgamunkákat bemutató tárlatot november 10-ig látogathatják az érdeklődők a Csaba-Gyöngyében.
Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!